Közlekedési biztonsági sorozatunk újabb részében a tapadásról beszélünk, ami tulajdonképpen nagyon fontos, az, hogy egy autó tudjon közlekedni a közlekedésben, nagyon fontos az a gördülési együttható, ezt finek nevezik egyébként profik. Ez az, ami a tapadást megadja. Kétféle tapadás van ugye, egy előre-hátra irányú, ami egyenes, illetve az oldalirányú tapadás. Az autónál pont az abroncsgyárak azért fejlesztik az újabb és újabb abroncsokat, hogy ezeket a tapadásokat tudják növelni. A nyári és téli abroncs közötti különbség az pont az, hogy a hidegebb úton például, amikor több az eső, a csapadék, a fagy, a jég, a hó, olyankor sokkal kisebb barázdákkal, egy úgymond redőzött típusú abroncsal állnak elő az autógyárak, az abroncsgyárak, és ezeket kell télen használni. Nem véletlen, hiszen egész más a tapadása egy nyári abroncsnak, aminek sokkal síkabb a felülete. Például, amikor egy kicsit vizes útra érünk, akkor azonnal érezzük magunkon is, hogy megnyomjuk a féket, és azonnal a fék távolság az kétszer, háromszor, akár négyszer akkora is lehet, mint normál esetben. A legszembetűnőbb egyébként, amikor egy Forma 1-es versenyt nézünk a televízióba, és azt látjuk, hogy teljesen sima, úgynevezett slick gumikkal mennek az autók. Ennek ugye a legnagyobb a tapadási felülete, hiszen a teljes abroncs felülete tapad az aszfalttal. Abban a pillanatban, amikor az eső leesik, ezeket azonnal le kell cserélni, mert ezek tulajdonképpen úsznak a vízen, és irányíthatatlan lesz az autó. Hát ezért vannak bordák a mi utcai abroncsainkon, hiszen ezek a bordák teszik lehetővé azt, hogy amikor egy kis nedvesség is kerül az abroncs és az aszfalt közé, olyankor irányítható marad az autó.